kemencén egy kis vasúton, aminek híre meg különlegessége az, hogy önkéntesek csapata tartja fönt. Ugye mi vagyunk a Kisvasutak Baráti Küre Egyesület, alapvetően mi üzemeltetjük a kisvasutat. És ha van olyan alkalom, amikor több időre jövünk föl, akkor itt vannak ezek a kisházak és lakóautók, amiben alapvetően elszállásoljuk magunkat, hogyha több időre érkeznénk. Ugye amikor ide kerültem, a Levi, mivel ugye a pálya érdekelte ő, ezért először én is a pályát láttam és próbáltam vele dolgozni, de nekem ez nem tetszett, és akkor volt egy ilyen nagyhajú szemüveges szakállas pacák, az üzemvezetőnk volt, és akkor bementem hozzá, hogy engem ez érdekel és kíváncsi vagyok rá, és akkor hozzám vágott egy villáskulcsot, és azt mondta, hogy fiam, csináljad, aztán majd ráérzel. Nagy magyar innováció, az elvtársak megbízták vele a észak-magyarországi építő gépjavító vállalatot, avval, hogy fejlesztenek ki téglagyárak számára egy nívós, megbízható gépet, és akkor megalkották ezt a kulit. A kulik alapvetően úgy kerültek ide a kemencei kisvasútra, a nagy részük, hogy amikor bezárták ezeket a téglagyárakat, akkor ugye ezek mentek volna, mint az Ócskavasba. És szerveztünk ilyen túrákat, ugye célunk is volt, hogy bejárjuk az összes Magyarországon lévő kisvasutakat, egyéb ilyen, hát ilyen jellegű helyeket, és ott ajánlották föl, vagy mi erőszakoltuk ki, hogy adják oda nekünk a mozdonyokat. Hát szegény egy romhalmaz volt gyakorlatilag, úgyhogy hát október 23-án került ide a mozdony, és most március végén, március közepén fejeztük be, körülbelül 90%-os állapotban van. A kuliról már igazán csak ez a kettő darab kürt hiányzik, a többi alkatrész már mind fölkerült rá. Még van a kulihoz tartozó egy ilyen szerszámos láda, ami majd föl fog rá kerülni. Hát ennek a vasútnak az a lényeg, hogy itt mindenki csak jó kedvéből van itt. Vasút szeretetet.